És most meg is érkezik már a hangunk is, és mi is visszatértünk, ugyanis mégiscsak hamarabb kezdünk. Nem, hamarabb kezdünk, már a csapatok egyébként a tiltási és választási fázisban vannak. A két csapat, aki most összecsap, az nem más, mint a Dream, The Dream Team, tehát a zálom csapat, illetve a Big Nick Diggers csapat. A kék oldalon lesz a Dream Team, míg a Nick Diggers lesz majd a piros oldalon, és ugorjunk is bele, ismételten kis úr van velem, Pierce pedig majd érkezik, valószínűleg a következő meccsen. Nézzük, mi lesz a választási és tiltási fázisban. Viktor Morgana, Gene Rumble. Imádom ezt a pörgésedet, Buci, azért ezt ritkán hallani. Igen, négy olyan karakter ment ki, azért a Rumble tiltás ritkán szoktuk látni, főleg a Morgana tiltás meg pláne, és bizony ott van egy Jace tiltás és egy Kennennel egyetemben, tehát a hat kitiltott karakter ott van. Azért a középső ösvényen is kettő karakter, aki kiment, és hát a felső ösvényről is. Azért Rumble, Jace, mindkettő elég erős, muszáj őket kitiltani. És termosztatta, ő lesz a támogatójátékos a The Dream Teamnél. Egy bárdan gondolkodott, aztán átváltott egy tímóra, csak hogy kicsit örüljön a chat is, hiszen gondolom tudják, hogy nézzük őket. Végül is Bár lett természetesen az, akit végül beválasztott, tehát ez már biztos, hogy a The Dream Team támogató játékosa az egy Bard lesz, míg a másik oldalon a Big Nick Diggersnél egy Shaco és egy... Jó, egyelőre egy Shacon gondolkodnak, és ott lehet egy Yorick. Hát a Diggers, akkor már a csapatnévhez azonosulva. Alapvetően egyébként a Dream Team, tehát a The Dream Team egy viszonylag új csapat, nem olyan régen kerültek össze, fiatalok még szeretnének bizonyítani, a legjobb helyezésük egyébként egy 8. helyezés ilyen bajnokságokon. Ezzel szemben azért például ilyen szexárdi aguralanokon, például a Big Nick Diggers csapata már szép teljesítményeket szerzett meg, és a nevük egyébként onnan ered, hogy 1879-ben Nagy Miki okleveles bányász, csákánymester, nőgyógyász alapított három fiával, és egy szem lányával. Ja, nem. Tehát ugye abszolút viccesek a srácok, info 100 000 van róluk, de látjuk is már az első választást. Zoxinnál lesz egy thrash, illetve jöhet Red Star kezébe a dzsungelbe egy Shaco. Az mindig, és égetéssel. Égetéssel. Tehát egy agresszív Shaco lesz, az biztos. Míg a másik oldalon, a The Dream Teamnél Ice Cave szecsuánizni fog. Ez most már biztos, és az is biztos, hogy Balázs Csé, nevezzük őt inkább Balázsnak, ő pedig Gnár felsősvényt fog játszani. Ő az egy eléggé kedvelt választás, már mint a Gnár, nem pedig Balázs. És szecsuáni viszont egy igen ritkán látott karakter mostanában. Uh-huh. Az viszont egy csapatküzdelmet abszolút meg tud fordítani az ő végső képessége. És a kezdeményezése iszonyat szép lehet a Gletscher börtönnel. Az, hogyha több emberre talál, egyrészt rettentően látványos, tehát még amikor Szejuani meta volt tavaly, több mint egy évvel ezelőtt kb. Így a tavaszi szezonban, hát az szenzációs volt. Tehát amikor jött mondjuk egy Alville Dominate, és betanált egy 5 emberes Szeju ultival, akkor felrobbant a stúdió, vagy felrobbantak a például Thanatos hangszálai, mindenképpen jó lehet, és azért ott van egy olyan wombo-kombó lehetőség már egy Bard, Szejuani, Gnár hármassal, hogy kábítás az rettentő sok lesz, én úgy gondolom, hogy így a Big Nick Diggers csapatának mindenképpen megfontolandó lesz egy-egy Sejemöv vásárlása. És a másik oldalon, pontosabban a Big Nick Diggersnél ott van már egy Ezreal, illetve egy Illaoi, és nem... Hát most egyelőre úgy tűnik, hogy az egy ezri, az egy lövész lesz, és hogyha ez egy Nidalee középső ösvény lesz, az egy nagyon érdekes választás lesz, bár ugye óriási varázssebzés tud az a kis cica kiárasztani magából, és még egy Brandel szemben, hogyha cica formában így elugrándoz, az még látok is benne potenciált, viszont az már biztos, hogy inkább valószínűbb egy Syndra érkezik, hiszen nem is volt a tiltó listán,
És azért most eléggé erős középsősvényes karakterről van szó. Ugye Dream Teamnél összeállt a csapat, az álomcsapat mondhatni, ugye... Hát kábítás az borzalom. Tehát amilyen CC-vel rendelkezik a kék oldal, az ténylegesen most már ott van Brandnél is egy kábítás, ott vannak a Caitlyn csapdák, esélytelen, tehát mozdulni, tehát ha jól játsszák meg a csapat kompozíciót, mozdulni nem fog tudni a Big Dick Niggers csapata. Viszont a másik oldalon meg sebzés, ami tömérdek meg... van. Tehát a Szindrának is a végső képessége, tehát nem is kell elemezni, hiszen nagyon-nagyon sokat látunk mostanában Szindrát, viszont az a Séko. Arra leszek kíváncsi, hogy az elején meglátogatja-e a Ice Cave-et az ő dzsungelében rögtön kettes szinten. Ilyen klasszik Séko játék, ilyen klasszik ellen dzsungelezés, hát mindenképpen meglepetést bőven tud okozni. Ez a Séko megjelenik egyszer csak a semmiből, illetve ő azért a kis dobozkákkal nagyon jól tudja befolyásolni egy-egy dzsungeles tábor, vagy egy-egy dzsungel haladásnak a lehetőségeit, a megfélemlítés az egy nagyon jó kis CC forma, viszonylag kevés olyan hősre rendelkezik ilyenekkel, akit gyakran szoktunk látni mondjuk LCS vagy profi szinten. Egy-egy olyan hős mondjuk például, mint Hecarim, vagy nagyon ritkán egy Nocturne, azért meg tudja mutatni, hogy jó pofa ez a kis megfélemlítés, de belementünk már a 3 perces késleltetési időbe, innentől kezdve beszélhetünk azokról, hogy milyen idézői képességekkel jöttek a játékosok. Látjunk egy kifárasztás például termosztátán, tehát ez mindenképpen jó lehet megállítani, egy-egy jobb, vagy egy-egy nagyobb burst sebzés, például ott van Szindránál, egyrészt az éget és másrészt az ő pillanatok alatt kiokádott sebzése. Erre egyébként válaszként Naskénak jött egy pajzs, ami mindenképpen jó, mert jó, gyorsan újra töltődik. És nagyon sokáig VTO-nál teleport volt a középsősvényre, de végül is az utolsó pillanatban ő is úgy döntött, hogy a tüzet azt tűzzel próbálja eloltani, illetve hát majd golyókkal, meg hát meglátjuk, hogy melyik hőskinézettel fog érkezni az a Syndra. És igazából más idézői képesség, ugye a Séko sújtás és égetésen kívül nagyon nincsen, tehát a klasszikus felálláson mindkét oldalon. Az lesz majd az érdekes, hogy igen, meg lehet az a CC-lok, viszont ahhoz nagyon jó kommunikáció kell a The Dream Team-nél, hogy folyamatos legyen. Ez így van, és ez nagyon jó, hogy kiemeled a kommunikáció fontosságát, ugyanis ők írták a bemutatkozó kis füzetükbe, vagy legalábbis a kis bemutatkozásukba, hogy néha ezzel van baj. Tehát ez pont ezzel a kommunikációval, például a középsősvény dzsungeles összeállításban, úgy gondolják egyébként magukról a srácok, hogy talán a felsősvény, illetve az alsősvény összhangja lehet a legjobb. A felsősvényen Balázsnak mondjuk a hősbázisa az, ami meglehetősen nagy, most például a Ignára fog bemutatkozni nekünk, de azt se felejtsük el, hogy ez egy BO3-as összecsapás, tehát 2 darab győzelemig tart majd a játék. És nagyon-nagyon kíváncsi leszek a Gnar VS illó olaj, azaz ugye a Kraken papnő Young Gerald kezében mit tud majd kezdeni. Hát, hogyha jól találnak a lelki próbatételek, és folyamatosan ki tudja tépni a pici Gnárnak a lelkét, akkor iszonyat mód meg keserítheti jóformán Aloy a felsősvénye, jóformán bármelyik felsősvényes dolgát. Igen, és tényleg most egy elég erős felsősvényesnek számít, hogyha sebzésre építik. Azért ugye korábban még próbálgatták a tankosra építeni azt a Aloét, de inkább most már ez a fekete hasító bárdos, kicsit sebzésorientáltabb, de mégis tankosabb. Tehát az a klasszikus felsősvényes most ugye, akik olyan tankosak, de van még sebzésük is, és Aloé ez pontosan ennek a bemutatása. Hát ahogy te mondtad, szerintem te voltál itt az első még a stúdióban, ki azt mondtad, hogy ilyen off-tank igen, jelleggel, igen. És ezt tökre szerettem, mert én ezt azóta is átvettem, és szoktam mondogatni még az adásokban is, hogy igen, ezért ez ilyen off-tank, az mindenképpen jó lehet. Persze van benne sebzés, ez mindenképpen jó a játék korai szakaszában, illetve utána egy-egy csapatküzdelemben, mondjuk egy végső képesség alkalmazásánál azért az ott jó, hogyha van egy kis plusz sebzés. Hálóinál, és majd utána szépen-szépen elkezdődnek az építkezések a tankosság felé, így viszont tudja majd állni is a sarat, és királyi ez a Séko, aki majd érkezik Red Star kezébe, és villámfejedelemmel, tehát azt is látjuk most már itt a kulcsmesterségeket, nincs nagyon eddig, én úgy gondolom, semmi különlegesség.
Nem, én sem nagyon látok. Hát még azt lehetne mondani, hogy a brandnek a pusztító tüzérintése, tehát, és egyébként ő is a brand, a zombi brand kinézettel érkezett, tehát tudják, nagyon ez. Tehát, hogy egyrészt a Halloween jön, másrészt a másik oldalról pedig ugye a tél is már lassan közeleg, hogy egy klasszikust idézzek, ugye ott van a havas nabád, illetve a poró lovas Szedzsuáni, azért ő is azért ezzel a kis bunda felszereléssel, meg sí szemüveggel tudja majd a hideget eltávolítani saját magától, és szépen lassan töltünk is be majd így az első játékba. The Dream Team lesz kék oldalon, míg a Big Nick Diggers a piros oldalon, és ők fognak összecsapni azért, hogy ki kerül le Szexárdra, ki jut be a legjobb nyolcba. Én amikor tényleg megijedtem egy kicsit, amikor elkezdtél beszélni arról, hogy az 1800 nem tudom hányos évben, hogy ja, volt az iszonyát, tehát, hogy a Big Nick Diggers is egy baráti összeállítás, ők is a játék szeretete miatt kovácsolódtak össze, és ők azt mondták magukról, hogy ők nagyon jól érzik magukat, és nagyon szeretnek ezzel a játékkal játszani, tehát persze jó dolog győzni, és győzelem azért a cél, viszont nem keserednek el, ők élvezni jöttek a játékot, hát egy ilyen csapat összeállításra én úgy gondolom, hogy mindenképpen meg is lehet majd. Felső ösvényen, illetve középső ösvényen ott lesz azért Syndra. Hát fájdalmas. Arra akartam kiukadni, hogy azt hittem, hogy megmutattad a kis történelem tudásodat, hogy így kicsit berobbantottad. De érkezzünk is az idézők szurdokába, és kezdődjön meg a mérkőzés, még a csetet kikapcsoljuk, hogy se mi, se pedig ti ne láthassátok, és még helyükre húzzuk a karaktereket. De a lényeg, hogy elkezdődik ebben a pillanatban a mérkőzés, a helyezkedésnek kezdődhet. CIG! Hát ők, igen, tehát most az a baj, mondhatnánk azt, hogy igazából Pearson kívül nincs olyan embernek ilyen logója, aki még benn van a világbajnokságon, vagy nem is tudom. Ugye én is kiestem már a saját EDG-mmel, hát az a CLG is már lassan kiesett, de mindenképpen jó, hogy mi is meg tudjuk mutatni a kedvelt csapatunknak a logóját, ez nekem nagyon szimpatikus. Benya próbálkozik egy nevetéssel közbeszólni ott az ellenfél dzsungelébe, legalábbis ott a Brandnek a helyezkedésébe, és elhelyezett egy őrszemet ott a piros környékén, és Seiko fent kezd a piros, a vörös szederhet erősítésénél, és lehet, hogy majd a kéknél próbál majd rajta ütni azon az Ice Cave-nek a Szedzsuánián. Mm-hmm. Mondjuk eléggé tankos az a Szedzsuáni, úgyhogy lehet, hogy őt nem érdemes meglátogatni, és még az égetés sem lesz elég. Meglátjuk. Na most ugye az a könnyűsége a Seiko dzsungelnek, hogy köszönhetően a havera, vagy a pajti a dobozban képességelő, nyugodtan egyedül is elkezdhet például egy nagy bázist, vagy egy nagy piros, vagy egy kék erősítést elhozni, ugyanis a folyamatos elüldözéssel dzsungel szörnyeknek azért bőven segíti őt, illetve ugye a plusz sebzés, ami még ebből kijön. Így ugye nem kell például segítenie például a felső ösvényen Young Jaraldnak, és így csaphatnak majd össze Balázs Gnáriával, az alsó ösvényen pedig szintén nem volt bónusz tapasztalati pont előzés. Ajajajajaj, megvan ott a villantás, és ezt viszont már látták Zoxinék is, úgyhogy ez nem biztos, hogy jó jel, vagy legalábbis a világbajnokságon nem volt jó jel, hogyha akkor villantottál, amikor ezt látták az ellenfeleid. És még nem volt első gyilkosság, meg ilyenek, pontosan. És a logot is. És közben a pontosan, amit mondtam, Seiko átment a kék erősítésre. Igaz, hogy nem találta ott azt a Szedzsuánit, viszont szedi a kék gólemet. És Brand nem biztos, hogy... Szedzsuáni szedi. Semmi. Ja, jó. Csak az lényeg, hogy ott a... És sikerül elhoz. Jó, közben a halálos ítélet Kajszira. Kimegy rögtön egy kifárasztás arra az Ezrére. És még egy pajzsifő, ami nem akad bele. Kajszira, akkor még a gyógyításot is el kell használni, mert bizony az a trash fáj. Ugye az e-passzív, az nagyon nagyot tud csapni, úgyhogy inkább szerint biztonságból egy gyógyítást elhasznált. És ugye rá kellett, ugye Zoxinra kellett a kifárasztást elhasználni, ő volt olyan pozícióban, hogy folyamatosan tudja Kajszit kóstolgatni és sebezni. Szerintem Benyára ment ki. Benyá hátul volt, ez volt a legvészesebb, hogy a thrashre ment ki a kifárasztás, és még kellett ugye rá egyet gyógyítani is.
Így viszont, hogyha idézői képességek váltását vagy cseréjét nézzük az alsó ösvényen, akkor a Big Nick Diggers csapata az, aki jobban jött ki ebből a jó a kábítás közben a Megagnártól a földhöz csapással, és így viszont sokkal kevesebb életerőn van jelen esetben Jan Gerardnak az állója, de neki van még kettő, de a visszatölthető itala! Megint jó az a halálos ítélet! De most jó legalább a válasz reakció is. Rögtön érkezett egy kis gyógyítás, és VTO-nak kevés a manája, úgyhogy egy adag, szép jó nagy adag sebzést bekap attól a Brandtől. Úgyhogy fél életerőn ott marad a közés ösvény, közben Sikó a háttérben elmegy, ahogy a két dzsungeles, és ezúttal mellé megy a halálos ítélet. Így most már csak 66%-os. Igen, szanáink, amit legalábbis a 100%-ot most ezzel el is játszotta, de szépen tud piszkálódni azért Benya is. A felső ösvényen pedig még mindig van egyébként Balázsnak egy jó kis itala. Kelleni fog mindenképpen Young Gerardtól az, hogy a lelki próbatételeket jó játsza. Ismét jó a kábítás. Azért... Azért Syndra ellen már jobb brand mutatkozik, mint azon az előző mérkőzésen. Hát akkor ugye nem Syndra volt. Ugye itt az a nagyobb kérdés a középső ösvényes összecsapásból, ki tud előbb kábítani. Egy gyengék szétszórásával tud kábítani VTO, vagy esetleg Naske tud gyorsabban kábítani, mert aki gyorsabban tud kábítani, az utána akár még egy jó burst-tel meg is tudja majd ölni az ellenfelét, amint meg lesznek az első tárgyak. Az alsó ösvényen közben nem talál a kábítás Bártól, és egyébként Benya az, aki egy kisebb fajta előnyt szerzett meg. Szép! Jó a kábítás Gerardra! És még a lelki próbatételt is muszáj kiállni, de hát meg a Gnár formában van, így azért jobban bírja. És nem is tudta végigütni Gerard. Innentől kezdve nem lesz meg a passzívja a lelki próbatételnek, pedig aztán az mindenképpen egy kellemetlen szituáció. Zoxin megint. Az a halálos ítélet! Hát szerintem egy pixel, kettő, amin múlt. De ismét jó volt a pozícionálás, csak éppen ez most rövid volt. Tiamattal kezd közben Red Star sékolja a dzsungelben, amint hazatért első vásárlás után nem a dzsungeles tárgyát fejleszti, hanem kicsit ilyen Rek'Sai formájára, vagy ahogy a Rek'Saiokat szokták volt építeni, Tiamatot vásárol, miközben a villanás nagyon szép. VTO-tól így viszont nincsen rajtaütés, de sikeres volt ez az érkezése Ice Cave-nek. Azt az érdekes, hogy ebből most kiderült, hogy valószínűleg fizikai sebzés és Shaco-ról lesz szó. Mert ugye Shaco-nál mindig kérdéses, ez most Minion-t találó halálos ítélet volt, szóval Shaco-nál még mindig benne van a hogy lehet, hogy fizikai sebzéses lesz, lehet, hogy varázs sebzéses lesz, de ugye akkor a címbe a dobozba az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fáj. A lelki próbatétel, amiből, ha minden igaz, kisétált. Igen, kisétált Balázs viszont, de átöltözött. És átöltözött meg a Gnár formában. De átalakult. Jó a halálos ítélet, és most termosztata ott hagyja az a lövészét egy pillanatra, és egyből bünteti a Big Nick Diggersnek az alsó ösvénye. Nem talált ugye a kábítás termosztatától, csak Benyát tudta lassítani. Így viszont folyamatos az előre nyomulás a piros alsó ösvényeseknek. Négy ember. Aha, de itt van Red Star is. Négy ember, mindkét csapat részéről ott van bizony. Ki is mondja a szédre, végső képesség halálos ítélet, jó! És végül is az égetés az, ami elviszi. Közben kimegy a tisztító tűz, de túléli még Shaco, érkezett teleporttal Balázs. Még Gerard, kimegyek a végső képessége. El kell menekülni annak a Gnárnak. Egyelőre 1-0-ás a csere. De mellé sajnos az a halálos ítélet. Azért vakon úgy beütni azért az kemény lett volna. Red Star lerakott egy címbit a dobozban. Két ember. Ott ezt túlvállalta magát elég erőteljesen. Égetés kimegy. Naske bajban van, még a vörös szeder hát is üti. Balázs azonnal átveszi. Pontosabban leszakítja róla azt a lényt. Szép volt így az a tankolásnak az átvétele
Bizony, az a pajti a dobozban, az meglepő kis, legalábbis sebzésekkel szolgálhat. Most jelen esetben nem volt elég még az égetés sem Seikótól, így viszont egy-egyre módosul a gyilkosságok állása. Az arany előny pedig azért a Big Nick Diggers oldalán landol, ugyanis a felső ösvényen, a középső ösvényen, illetve az alsó ösvényen is farm előnnyel rendelkeznek, és az első gyilkosságot is ők tudták elhozni. Nagyon jó volt a reagálás egyébként. A két felső ösvényesnek a teleportjára egymás után tudtak érkezni, nem nagyon tudott kialakulni így egy olyan emberelőnyös szituáció, ami esetlegesen a The Dream Teams csapatának kedvezett volna. Látjuk közben, ha Jaulini öklét vásárolta meg Balázs, így viszont akár a jégkalapács felé veheti az első útját. Ugye jégkalapács vagy fekete hasító bárd, ez a kettő alaptárgy, vagy legalábbis kezdő tárgy lehetséges például egy Gnárnál. De például Young Geraldi is úgy dönt majd, hogy beruház majd egy jó kis kalapácsra, fekete hasító bárdot majd ebből megépíti. Az egyébként nagyon szépen tudja tartani a farmot Ice Cave a dzsungelben. Igen, és a bárdnak, tehát termosztatának el kell majd indulnia szedni a kis csengettyűit. És ez azzal fog járni ugyebár, hogy közben jól kapítás Geraldra. Pont visszaalakul, ki közben nagyon kevés életereje van, egyre inkább, hogy megvan a gyilkosság! Balázs hozza el, egy az egy elleniben. Ugye volt egy támogatása, úgyhogy igazából egy minimális arany előnnyel rendelkezett, közben már ott van Ice Cave az elsősén. Azt kezdtem el mondani, hogy egyedül fogja hagyni előbb-utóbb a lövészét, és ezt majd lehet büntetni. Benyára jó a kábítás, és még a Piltoveri rendteremtő is, és azonnal menti ki Zoxin a lövészét a bajból. Az egyvégezés nagyon szép volt Balástól is, ugye Megagnár formát ki is tudta abszolút használni, nagyon jó volt a kábítás, amivel tudott kezdeményezni, aztán pedig Young Geraldnak még nem volt elég sebzése ahhoz, hogy egyrészt a lelki próbatételt, másrészt ugye a saját magának megvédését meg tudja tenni. Az a hálós ítélet benézett, hogy hát ha van ott valaki, de... de lehet, hogy most Zoxin nézte be! Zoxin még egy gyógyítás is kiment, és Ice Cave az, aki elhozza a gyilkosságot. Nem feltétlenül a legjobb helyre került, de nagyon sokan kaptak belőle támogatást. Így egyre tankosabb és tankosabbá válhat majd az a Sejuani, aki most jelen esetben poron lovagol, hazatérvén, vagy legalábbis meghalván. Zoxin pedig megvásárolta a láptókövet, illetve egy mindent látó örszemmel is rendelkezik még. Red Star kivár, illetve itt van még VTO is, elkezdik a pokoli sárkányt, közben a Dream Team csapata, gyengék szétszórása senkit sem kábít, csak szétszor maximum. Négy emberes Ezreal ulti, Benya. Ez pont arra volt elég, hogy meghiúsítsa a sárkány próbálkozását, legalábbis a The Dream Team részéről, mert azért még ott maradt két ember a Big Nick Diggers-től, és bizony folytatják is, Ice Cave-nek sújtása van, viszont jó a gyengék szétszórás és a kábítás. Red Star elhozza, két emberes a Sejuani ulti, és jó is a doboz, de ez most nem a címbi, a dobozban VTO pedig elviszi végül is. A Brand passzív nagyon szépen csinálta Balázs, a felső is milyen kihasználta, a Megagnár adta lehetőségeket, 5-2, viszont a sárkány a Big Nick Diggers csapatához vándorolt. Így viszont a 8% fizikai és varázssebzés bónusszal ők rendelkeznek, de a felsősvényen megint egy 1v1-es szituáció, meg egy halálos ítélet. Bizony jó, és még a nyúzás is, és érkezik Red Starks az alsó ösvényre, és egy sok jó is a gyilkosság, hiszen ott volt rajta az égetés, bizony hasznos, hogyha az a Seiko égetést hoz. Érkezik vissza teleporttal, de hát egyelőre sikerül még megmenteni azt a tornyot, de Balázs csak a tornyot fókuszálja, meg is van. Lehet ugrálni, lehet menekülni, és még jó, lehet jót is cserélni. Viszont... Ó, meg a Gnár formát gyönyörűleg kiasználta! A Balázs! Hát így kell gnározni, kérem szépen! Balázs! Azzal, hogy a tornyot fókuszálta, és nem volt már tornya Young Geraldnak, iszonyat védtelenné vált, bármennyire is a hit erejét kihasználta, ugye ultiát, hát az állói nem volt elég a sebzés, mert kivillant belőle Balázs, és utána visszafordulván volt elég dühe ahhoz, hogy Megagnár formában visszanézzen és elhozzon még egy gyilkosságot. 3-0, illetve 0-3 a felsősvény állása, meg is van már, a jégkalapács jöhet a következő fekete hasító bárd arra, a Gnárra, és így egész szépen el is tud indulni, nem csak gyilkosságokban, hanem már bizony farmban is vezetni képes.
WTO pedig egy jó kis mélységi jogarra tett szert. És azt mondtam, hogy jó, lehet, hogy az a Szedzsuanihoz, amikor Szedzsuanihoz került a gyilkosság, hogy az nem került a legjobb helyre, de azért mégiscsak valahogy jó helyen vannak, hiszen 3-0 a felsősvény, 2-0 a középsősvény, tehát a sebzés hordozóknál ott vannak a gyilkosságok, ott van az aranyelőny, ami egyébként a csapatszinten nem olyan mérvadó. Tehát azért 3 gyilkossággal vezetnek, de nagyjából 500 arany, amivel csak vezetnek. Ugye egyrészt arról beszélhetünk, hogy ha megnézzük az alsó, illetve a felső ösvényt, ugye van különbség azért a Big Nick Diggersnek kedvez, és igen, láthattuk, hogy azt a kevésbé kedvelt erősítést, vagy legalábbis célpontot, ami a szurdok hírnökét jelenti, bizony-bizony megkapta a Balázs, így viszont megint csak nagyon nagy bajban lehet Young Gerald. Bizony érkezik is, és mindjárt át fog alakulni meg Agnár formában, az pedig egy kábítanó ötös falhozna késtés! Gerardnak itt sok esélye nincsen, menekülni lehetett volna, ha tudott volna, egy villanása volt, de igazából még jött egy ezről végső képesség Balázsra, de hát az nem vitte volna el. 4-0 szurdok hírnök erősítéssel. Ki fogja őt megállítani? Ha volna, ott nem volna pontosan. Nem tudott megint csak elmenekülni. Nem volt egyébként túlságosan sok rálátása arra az érkező Balázsra. Az őrszemjátékot kéne még egy picit úgy megjátszaniuk a Big Nick Diggers csapatának, hogy ha már a felsősvényen nincsen torony, akkor legalább az északi dzsungelt egy picit próbáljuk defenzíven őrszemezni, hogy ne legyen, ne kerülhessen még egyszer ilyen problémába Young Gerald, mert ő most iszonyat behindban van, egy tárgya van kész, még lassan megvan már Balázsnak a második tárgya is. Farm hátrány, gyilkosság hátrány, nem nagyon mozdulhat kijebb a saját ösvényén, mert láttuk azt, hogy szép közben a kábítás VTO-t, vagy egész szétszórása. És még a kék erősítést is magához veszi, és nem hagyja ott a felső ösvényt, hiszen miért is tenné? Igaz, hogy a többi ösvény például az alsó ösvénynek lehet, hogy jól jönne majd egy kis segítség, de gyötri tovább, és minél több, minél többször meg akarja ölni, minél nagyobb előnyt szeretne kialakítani ott a felső ösvényen önmaga, illetve a csapat számára. Nagyon vissza van fogva azaz Aloé, és nem tudom, hogy lesz ebből visszaút, és itt tulajdonképpen lehet, hogy egy ilyen tankosabb karakter, az egyik tankosabb karakterét tulajdonképpen hátrányban van, és hát elveszteni nem vesztette el, de közben és azt hittem végső képesség 1v1-ben. Ugye a kábítás, erről beszéltünk, ki az, aki fog találni a kábítással, amint VTO az, aki hamarabb tud kezdeményezni és ő tud találni, akkor megvan az a burstje, hogy le tudja szedni Naskit, ugyanúgy, hogyha Naskit tudna találni azzal a kábítással, akkor bizony ő is rendelkezhet folyamatos spellekkel, varázsatokkal úgy VTO ellen, hogy bármennyire is ott van az a varázs ellenállás a mélységi jogarral szemben, azért bennek is megvan az a bőven égető sebzése, amivel meg tudná ölni. Szindrát, nagyon szép volt a középső ösvényes válasz így 1v1-es szituációban. És harcos kiegészítőt vásárolt magának Red Star X. És bizony vissza kell vonulni a saját tornya alatt. Megagnál formában nem lehet kimenni Balázsral szemben. És bizony ők is látják, hogy nincs itt senki. Az egy dolog, hogy vett varázs ellenállást az a Szindra, de már csak egy Balázs ellenállás kéne valahogyan a Big Nick Diggers csapatának. Mert az a 4-0-ásnál az iszonyatosan fáj. Hát meg kéne találni rá azt a Balázs ellenállást. Orber bizony! Szép a gyengék szétszórása. Úgyhogy ezt most megúszta, de már most óriási sebzett az Agnár. Egy villanással azért kellett módosítania az ő pályáját, hegyarca pedig elkészül, freshen így egy bónusz pajzsal rendelkezik, illetve szépen tud majd gyógyítani csapattársainál. A játék második sárkánya elérhető, így ki is mozdul rá a The Dream Teams csapata, ez pedig egy felhő sárkány, amit el is fognak hozni, nem fog erre reagálni a Big Nick Diggers. Így megvan a bónusz 25 mozgási sebesség csatán kívül. És az alsó ösvényen szeretnének hozni egy tornyot, meg egy benyát. Hát meg inkább egy benyát. Oho! Nagyon szép volt Bártól Benyának kicsit a védése, de hát más csapatba kéne
Illetve a tornyot kikapcsolta, tehát a saját csapattársait is tökéletesen tudta védeni, igaz, én úgy gondolom, hogy szerintem Szedzsulánit nem akarta beletenni, de a torony kikapcsolása az mindenképpen jó ötlet volt termosztatától, így meg is van a gyilkosság, illetve még a torony is egyre nagyobb előnyre és előnyre teszett, ha nem is arany előnyre, de legalább célpont előnyre, illetve mapkontroll előnyre. A The Dream Teams csapata, kettő darab tornyuk van, erre most reagálni ugyan tudott a Big Nick Diggers a középső ösvény külső tornyával, de meg is jött egyébként Brand, megint csak gyengék ott van. Szétszórás, a zabolátlan erő is, még egy égetés is. Igen, el kellett használni azt a pajzsot, mert különben belehalt volna Naske abba a Syndra sebzésbe. Hiába van 3-1-be, azért egy Syndra, a kettő ugye Syndra ellen még mindig nem igazán tudja fölvenni a versenyt. Kellett mindenképpen az a pajzs, jó, hogy ezt az idézői képességet hoztam, most a gyengék szétszórása nem talált, valószínűleg azért, mert Balázs nem gyenge, tehát őt nem lehetett szétszórni. 4-0-2-es Gnár azért bőven tud már aprítani abba a bizonyos levesbe, vagy tejbe, vagy kávéba, vagy bármibe, amit szeretne meginni. A dühe egyébként maximális már lassacskán, úgyhogy vele mindenképpen figyelni kell. Mindent látó őrszemen fog majd áthaladni, ezt bizony ki is lehet takarítani. És nézd meg, Yang Zherelnak muszáj tankosítania. Hát ezzel az illa olyan nincs is más választása, főleg, hogyha túl akarja élni az ösvény további részét. Bár ugye elkezdte már a portyázást az a Gnár, úgyhogy többieknek is oda kell figyelni, mert ahol megjelenik... Kalandozik, azt mondod? Ilyen honfoglaló Gnár kalandozik. Nem, én egyébként kitaláltam egy tök jó Gnár skint, de ezt most nem mondom be, mert akkor mindenki el fogja lopni az ötletet. Hát majd elmondom. Akkor a Riotnak küld el. Jó, elfogom egyébként, csak nem tudok rajzolni. Úgyhogy, ha valaki tud nagyon szépen rajzolni, vagy ért ehhez a dolgokhoz, az majd keressem fel. Hoho! Jangzseret ismét bajba van, hiszen összetalálkozott, bár azért egész jól bírja most már a sebzést, sőt, nagyon-nagyon jót cserélt. Érkezik Ice Cave! És próbálja kicsit a saját magukra. Oppa, közben egy egyes volt a csere, hiába van négy emberrel a felső ösvényen a The Dream Team. A csápok hatalma, vagy a csápok ereje. A Kraken. A Kraken, aki azért akkor is sebez, hogyha nem látod, hogy merre van a papnője. Megmutatta, hogy bizony egy kevés életelő Szedzsuánit azért még el tud tüntetni. Köszönhet egyébként a fekete hasító bárnak. Négyen vannak a felső ösvényen, kettesz időt arra, hogy nem nagyon kevés életel a az égetés is. Bányit a Brandnek a passzívja is elvitte végül Red Start, és egyébként lebuktatta Zoxin, mert akkor, amikor last hitelte, vagy pontosabban megölte azt a minion, Zoxin két végső képesség, és még egy halálpontos lövés is kiment, belehalt ő is, szóval akkor gyógyított el, használta a támogató tárgyának a képességét, és gyógyított, és a láthatatlan sékot gyógyította, és ezzel mutatta, hogy hoppá, ő ott van. 2-0 közben a csere. Az alsó ösvényen ugyan szépít Benya, elhoz egy külső tornyot, de már ott van vele Ice Cave, és a felső ösvény kettes szintű tornyára fáj a foga a Dream Teamsnek. Szép a gyengék szétszórása, még mindig nagyon kevés élete van Balázsnak, és most a dühe sem elérhető, nem talál közben a kábítást, míg... Szabolátlan erő volt az, és beugrik Young Geralt, közben ott nagyon Balázs, jó rá a kábítás. És a halálos ítélet is, de sikerül WTO-nak befejeznie. De megvan a torony. Tehát a felső ösvény a kettes szintű tornyot el tudta hozni a Dream Teams. Igaz, ezért két emberrel fizettek. Azonnal vett egy varázs ellenállást. Pontosan, abszolút. Sőt, akár még érkezhet hozzá az űrangyal is, ezzel ugye plusz egy élete, és akkor énekelheti a klasszikus nótát, hogyha két élete volna, lesz is neki azzal az űrangyallal. Megvan már belőle a Negatron palást, kell még majd hozzá a sodroning, vagy a pikkelypáncél, nem tudom már ilyen pikkelypáncélszerű sodroning, ami egyébként Szedzsuáninál vagy Ice Cave-nél van most jelen esetben. Vérszomjas hidra! Meg tudjuk nézni. Az, aki, ami közben ugye Seiko-nál van, sodronyozott mellény. Atya úristen, report Rito! Hogy lehet ilyet mondani? Sodronyozott mellény. Ez nem mindegy, a sodrony ágy, vagy nem tudom. Tehát, hogy így... Hú, ez most kiégetett. Hát vannak érdekes fordítások, de... Főleg, amikor úgy változtatnak rajta, hogy nem szólnak. Mellény.
Na, térjünk vissza kicsit a mérkőzésbe, most ettől elkanyarodtunk. Bocs. Semmi gond. Érkezik hamarosan egy következő sárkány, ami pokoli sárkány lesz fél perc múlva. A rálátást biztosította a Big Nick Diggersnek a csapata. És ez ugye nekik a második lehet. Szóval mindenképpen szükség van rá. Bardnál pedig termosztatánál három darab lágyvért van, ami igazából egy... segíts már ki, az a Frozen Heart. A fagyos szívnek, igen, például azt tudna beleépíteni. Mellé megy. Pontosabban nem érte el a halálos ítélet azt az Ice Cave-nek a Szedzsuániát. Hát ugye egyedül Syndra az, aki komoly varázssebzéssel rendelkezik a Big Nick Diggers csapatában. Ugye azzal, hogy Restarix inkább a fizikai sebzésre operál ezzel a Shaco-val. Meg is érkezett a sárkányunk, amit megkezd ugyan a piros csapat, és szeretne kicsit kijebb is húzni, de rögtön át is vett a Dream Teams. Itt balhé lesz. Az biztos, hogy ezért ki kéne lépni, de hát nem nagyon van esélyük erre kilépni. Akkor volt a sebzés a sárkányra, és láttuk egy pillanatra, hogy a következő sárkány egy hegyi sárkány lesz, ami mindkét csapatnak nagyon fontos lesz, hiszen 3-3 a toronyállás. Így viszont most már nem csak mozgási sebessége van bónuszban a The Dream Teamsnek, hanem plusz sebzése is. Illetve most már így ezzel. Plusz arany is. Arany előnye ugyan még nagyon kicsi, de torony előnye plusz az arany. Már mindenképpen van. De kiegyensúlyozott, hogyha csak az aranyállás nézzük a két csapatnak az összecsapása. Miközben meg lesz az a sútyerák minden bizonnyal, Lionscape hozza el, és utána még ki is tudja takarítani azt az őrszemet köszönhetően a sújtásának. Meg hát lejárt. Igen, és mindkét dzsungeles egyébként az orvadászok sújtásával rendelkezik, tehát bónusz lassítás az van nekik. Ha már lassításról beszélgetünk, akkor Randuin ómenje, ami már elérhető Young Geraldon, ezzel is mindenképpen területre tud majd lassítani. A második tárgy pedig mind a két középsősvényesen elkészült már Rylai Kristály botja Naskénél, amivel szintén ugye az előbb említett CC formát tudja majd kiosztani, illetve a Morellonomicon, ami WTO-nál ott van. Szépen gyűlnek a tárgyak, közben Young Geralt ugye tankosodik, kell is ez neki mindenképpen. Mivel nem első tárgyként nem a Rael, mivel nem varázsellenállásos tárgyat vett először Brand, ezért döntött úgy szerintem, hogy Rylai kristálybotjával folytatja, hiszen az ad neki bónusz életerőt, és még nagyon-nagyon sok sebzést is, és mivel egyetlen egy darab varázssebzéses karakter van, ahogy te is kiemelted az ellenfél csapatánál, ezért varázsellenállást ugye annyira nem érdemes venni, viszont jó lesz majd az a sok HP, meg hát a lassítás is, hogyha mondjuk végigpattan a tisztító tűz az egész csapaton, és belassítja, hát gyilkos tud lenni, pláne, hogy 6-1-ben van már az a Brand. Igen. Mind Brand, mind pedig ugye Balázs Gnárja eléggé fájdalmas tud lenni, miközben Ice Cave a holtak vértjével egyrészt lendületre tehet szert, másrészt azért ő is már tankosodik szépen, pirosa az pedig van Kajszinak, aki még mindig ugyan nagyon le van maradva farmolás tekintetében. Benya hát nem duplázza még, de azért egy laza 60-assal elment már. Köszönhetően ennek egyébként neki már a harmadik tárgya készül, egy vámpír jogart már vásárolt is. Ebből akár letaszított királykardja felé is kinézhet. Jó a kábítása főcsirkére, de ettől függetlenül ez megvan Ice Cave-nek. Igazából az a Szedzsuáni még egyedül volt az a két emberes végső képessége, de úgy Isten igazából nem mutatkozott meg. Pedig hogy... hát az, hogyha ő elindul... Hát igen, csak ahhoz el kéne indulnia. Úgyhogy talán majd egy jobb öt elleni csapat küzdelemnél bemutatkozhat, hogy miért is jó az, hogy van egy tankos karakterünk, akinek nagyon-nagyon jó a végső képessége. És egyébként az már lassan egyébként el is jöhetne, tehát azért a 28. percbe már egy olyan szituációban értem. Vagyunk a játéknak, amikor a csapatküzdelmek meglehetősen fontos szerepet tölthetnek be.
valószínűleg a Big Nick Diggers nem feltétlen szeretni ezt a csapatküzdelmet annyira erőltetni. Nekik az lenne jó, hogyha egy-egy ember tudnának elkapni VTO, illetve Red Star-nak a bónusz sebzésével egy-egy embert ki lehetne kapni. Az tökéletesen jó lenne, ott van még Benya, aki ugyan nem rendelkezik jégkesztyűvel, de azért a sebzése mindenképpen szép lesz. Tehát, hogyha egy-egy ember ki tudna kapni a Big Dream Teams-től, akkor utána lehet fordulni Baronna sorra, be lehet hozni a torony hátrányt, illetve az egyik ösvényt meg lehet tolni. Ez lenne talán a Big Nick Diggersnek a kompozíciója, illetve az ő elgondolásuk. Ezzel szemben a The Dream Teams, látjuk a mozgásokból is, ők nagyon szeretnének csapat harcolni. Benya mehet, Balázs mehet a felső ösvényen, mert neki van teleportja, de a többiek négyen együtt itt egy tankkal plusz egy iszonyat sebzéssel, méghozzá területi sebzéssel rendelkező Brand plusz Caitlyn tökéletesen jó lehet. Ó, és a Baronna sorra jó az a halálos ítélet, és még a gyengék szélszórása is gyógyítania kell magán a Bardnak, közben a szabolátlan erő kimegy NASCAR-ra, de nincsen belőle gyilkosság. A plusz életerő, köszönhetően a Riley Kristályvatjának, és még a kísértő állarcnak is, amiből majd minden bizonyan egy Lionry gyötrelmét épít, elegendő volt ahhoz NASCAR-nek, hogy ne kelljen elhasználnia az ő idézői varázslatát, a pajzsot, pedig az még elérhető volt nála. Viszont nem volt elég varázs átütése és varázs sebzése még VTO-nak, bármennyire is ott van már a varázscipelő és az üresség botja, ami kellően sok varázs átütés biztosít számára. Hát valószínűleg Kajszit kéne megfogni, inkább őt kéne valahogy elkapni, termosztata pedig örülhet, hogy nem ölte meg a Baron Nashor, halálos ítélet felbőszítette jóformán ezt a... Jó, két ember a gyengék szétszórása, és NASCAR-nak nagyon kevés az életereje, és még egy égetés is megy rajta, most viszont három ember! Az a Szecsuhani ulti, és három emberes a Gnárfalhoz lök, és kimegy az őrangyal! Egy picit elszámolta magát, viszont kettős gyilkosság van a Caitlynen, kezd megérkezni az a lövész. Na most megmutatkozott Szecsuhani! Miközben kvázi egy ilyen csali taktikát alkalmaztuk, hogy visszavonulás közben hátralőtte az ultiát, hogy talán el tudjunk menni, addig Magyar. Megérkezett Balázs. És közben mi sikerül eltakarítani NASCAR-t. Nagyon kevés életre volt, jó volt a meglátás. Hoho! Még ulti. Nincsen vége, gyengik szét, vagy szintra végső képesség kiment arra Szecsuhanira, meghalt. Balázs pedig egy ellen játszik Young Gerardnak, kevés életereje van, de ezért most már eléggé tankos, hogy folytassa, VTO pedig kábítva. Szevasz, ennyi volt el. Tavasz, és még van neki egyébként egy űrangyala, tehát ő még azért jöhet itt Young Gerardra, akinek semmi életereje nincsen. Jóó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 ó
MVP, azt kell, hogy mondjam. Hogyha ezt a mérkőzést elhozza a The Dream Team, akkor Balást mindenképpen MVP-nek kiáltom ki ezen mérkőzés alapján. Nagyon szépen érkezik, jól használja képességeit, a kábításokba folyamatosan beleállnak a Big Nick Diggers játékosai. Így viszont akkor előnyt adnak ennek a Gnárnak, hogy folyamatosan tudja őket sebezni. Nem esett róla még az űrangyal, ami nem mondható el Red Starról, aki ezzel a képességével, ezzel a tárgynak az aktív képességével most jelen esetben nem rendelkezik egy kis ideig, viszont a Muramana már elkészült Benyánál, aki azért elhozott még egy gyilkosságot, szépítés gyanánt, ugye Naskét tudta megölni. De hát ez öröm az ürömben, viszont még mindig nincs túl nagy arany előnye a The Dream Teams csapatának. A hegysárkány él, ez minden két csapatnak kulcsfontosságú erősítés lenne, mert a hegysárkánynál nem csak a baronna sorra, hanem még a tornyokra is meg lenne a bónusz sebzése. Zoxin pedig kincses ládát megtöltve hazamegy, vásárol, van már neki Iron Solari medálja is. Nekiállnak a hegysárkánynak a The Dream Team tagjai. Egyébként fönt ez a 16-9 az nem a képarányt jelenti, hanem annyi az állás. Végül is a Dream Teams az, aki magáénak tudhatja ezt a sárkányt. Ami nagyon jól fog nekik jönni, mert amúgy is torony előnyben vannak. Igaz, hogy gyilkosságokban nagyon-nagyon vezetnek, de azonnal megmutatják, hogy erre jó bizony ez a hegysárkány. Döntenek is egy tornyot, 5-3, és most azért már több mint 2000 az aranyerőny, amivel rendelkeznek. Közben egy szidra végső képesség, na most esik le az őrangyal. Gnárról mondhatja, hogy az őrangyalát, és nem jó a gyengék szétszórása. Elszámolta magát VTO.
így túléli a The Dream Team ezt a csapatot, és még egy tornyot is hoztak, úgyhogy abszolút megérte ez nekik. Teleport, elérkezik közben Balázs a tornyát megvédeni, ugyanis Young Gerald a minőnokat felvitte egészen a kettes szintű toronyig. 5-3 így a toronyállás, és már lassan 2000 arannyal kezd el húzni a The Dream Teams csapat. A VTO-nak fél életerőn kell járkálnia a saját ösvénye környékén, és közben egy vérszomjast vásárolt Benya az ő összegyűjtött pénzéből, miközben már elérhető a szellemarc. Aloin, ez mindenképpen jó lesz arra a Naske féle sebzésre válaszolva, hogy mind a higany léptek, mind pedig a szellemarc kicsit azért majd degradálja Brennek a sebzését, aki már is megvásárolta Liandry gyötrelmét, így eléggé kellemetlen pillanatokat tud majd okozni a Big Nick Diggers csapatának. Red Star magára haragította kicsit a baront, amikor kiszedett onnét egy őrszemet, és erre megpróbált azért gyorsan lecsapni a The Dream Team. Egyébként csalóka, tehát tornyokban a csalóka ez a 16 gyilkossága van a The Dream Teamnek, még 9 a Big Nick Diggersnek, meg ugye tornyokban is vezetnek, és mégis csupán 2000 arany, amivel vezetnek. Ezt annak köszönhető, mert nagyon jó a farmolnak, főleg a középső ösvény, illetve a lövész szerepkörben. Most bajban lehet Balázs, nincsen őrangyala, menekülnie kell. Jó, a két emberes valhoznak is, és még a kábítás is. Red Starnak menekülnie kell, kell használni a végső képességet, és még Benya is megérkezik. Tehát ezt mondhatni Benyalta. Hát vagy legalábbis nem jött össze a Big Nick Diggersnek az az elgondolása, hogy most megölik Balást, aki megagnár formában tudott itt túlélni, el kellett használni a Randuin ómennyét, hogy lassítani tudja az ellenfeleket. Nem volt, igazából megint csak belenéztek mind a falhoz lökéses Gnar ultiba, mind utána a földre csapásba, tehát annyi kábítás alatt állt a piros csapat, hogy egyszerűen nem tudott eleget időben sebezni. Benyára közben a halálos ítélet mellé megy, és már Ice Cave-en is van egy őrangyal. 36. percben vagyunk, nem talál a gyengik szétszórása, ugyan egy gömbbel történt, tehát azért azzal jól kell célozni, nem olyan, mint hogy 3-4 gömbbel egyszerre próbálnál meg egy ilyen jóformán, milyen ilyen háromszög alakban ki... igen, hát, de azért nem konfirmáljuk, tehát ki kábítani, azért azzal az egy golyszival nehéz, és meg is van már egyébként, ha már golyszi, Kajszinak a sejemőve, tehát ő azért ki tud jönni VTO-nak a kábításából esetlegesen. És nekiáll Red Star a Baron Nashornak, rajta is van egy őrangyal, bár ugye erről van tudomása a The Dream Teamnek, és elindulnak, nagyon-nagyon lent van Ice Cave, tehát neki menekülni. És Zotinak, Zoxinak elérhető egyébként a... Jó, a gyengék szétszórása Balázsra, de a Zégnár, és közben megérkezik az egész The Dream Team. Három emberre jó azt, hogy végső képesség, Gerald használja az állói végső képességet. Egyelőre még nincs egy gyilkosság, de mindenki nagyon, nagyon sokan kevés életen vannak. Thresh az, aki meghal, és Aloy is meghal. És közben hátul a Balázs is meghalál, bár ezt nem láttuk, Benyának menekülnie kell, hát azzal a Sejuanival nem kéne küzdeni. Nagyon szép volt, és termosztatta, nem tudom, hogy de nagyon szép a kábítás, és így Benyát be lehet fejezni. Három a kettő, egyér. Három az egyért a csere, és megállították a baronnasor szedését. Azt akartam mondani, hogy Zoxinak elérhető volt a piros talizmánja, tehát fel tudta volna térképezni a baronnasor környékét a Big Nick Diggers, hogy hol vannak őrszemek, de úgy kezdték el ezt a baronnasort kvázi ilyen hirtelennyében, hogy jó, gyorsan hozzuk el, hát ha nem reagál rá majd a The Dream Teams. Viszont ők látták ezt, és nagyon szépen tudtak érkezni. Igaz, egy emberük, a tankjuk meghalt, de még mindig jobban jött ki. Hát ez tök jó. Megy haza közben Naske, tehát mindig sokkal jobban jött ki a Dream Teams ebből. Az összecsapásból egyrészt a baronnasort megállították, másrészt elhoztak 4 gyilkosságot, köszönjük szépen, vagy 3 gyilkosságot, köszönjük szépen, és igen, Benyának kell építenie
bőven még páncél átütést, mert valahogy le kell hámoznia az életerőt mind Ice Cave-ről, mind pedig Balázsról. Két olyan tankkal rendelkezik, sőt igazából már termosztata is kezd iszonyat tankosodni, Randuin Omennyi is, illetve most már kísértett Kámzsás Bárdról beszélünk, akire bizony kell az utolsó lehellet. Végül is nem a fagyos szívet fejezte be az a Bárd, bármennyire is azt vizionáltam itt előre. Most viszont egyébként Zoxin elhasználta a lencsét, és ki tudta szedni, tehát azért kicsit értetetlen volt az előbbi baronna soros szituáció, hogy miért nem tette meg ugyanezt. És ugye igazából az a másik nagy kérdés, hogy ugye Red Star az, aki a dzsungeles, és hogyha ő váltott volna piros talizmánt, akkor nem kellett volna megvárni Zoxinnak az érkezését, az, hogy ő megjöjjön, hanem a dzsungeles kitakarítja, vagy körbenéz a baronna sorodujába, és akkor utána el lehet kezdeni. Valószínűleg nem is kezdték volna el, csak kitakarították volna azt az őrszemet, mert amint látszik, vagy amint látod azt, hogy elkezdi egy csapat, ténylegesen belefutottak abba a hibába, amiben nagyon sok, még egyébként LCS szinten is játszó csapat bele tud futni, hogy úgy kezdünk egy baronnasort, hogy ebből ténylegesen sokkal rosszabbul jövünk ki. És itt van Kajszinak a felállított kerítése, a kis csapdákkal, ezt tökéletesen jól tudja majd kint kipozicionálni. Hát, a Big Nick Diggers csapatát, de figyeld, ez nő egyet, és akkor hello bello. Labello, de mindig nem értem, tehát, hogy ez, mi volt ez a hívás Red Star-tól, és ugye a baronna sor nagyon sok HP-t, vagy nagyon sok életerőt lesebzett róluk, de hát amikor megérkezett a The Dream Team csapata, akkor már... Hárman kezdték el, tehát ezt maradjunk egyébként, hogy hárman hozták a hívást. Hát annak nagyon sok élete van annak a léleknek. És Balázson még... Most már elmúlt egyébként a szurdok hirdökének áldása szerintem, mert a 20 perc letelt. Hát majd mindjárt megnézzük, hogy rajta van. Igen, most már kikapcsoltuk, de... A lényeg, hogy nagyon fáj ez a Gnar 6-2-ben, és ugye... Naske is tovább tudta növelni az erőnyét, és 8-2-ben van, úgyhogy... Őket kéne kifókuszálni, a Hartman például Kajszer a jó egy, azonnal elhasználta a higansi elművét, két emberre biztos, hogy jó, a Sejuani végső képesség menekülnie kell Zoxinnak, ő meghal, közben leesik hátul az őrangyal a Gnarról, kimegy egy ezről végső képesség, még egy őrangyal leesik, halálpontos tövés, kettős gyilkosság, Kajszin, és még ott lehet a hármas gyilkosság, és Balázs közben hátul nincsen már őrangyal, nagyon szép volt. A Bárd végső képesség is azonnal menekülnie kell Red Star-nak. Aki ott hagyja még a kis klónját, ezzel egyébként le lehet szedni Ice Cave őrangyalát, ami tökéletesen jó, és termosztata pedig kevés életerővel, de jön itt, baj lehet, ez csak lassítás. Bár ugye Red Star-on is rajta van. Holló, Balázs! Hát igen, rajta van az őrangyal, ami most le is esik. Na innen kéne megmenekülni Sékóval, van rá lehetőség, legalábbis lett volna, de nagyon szépen reagált rá a The Dream Team, 23-10 az állás, és ez egy 3-0-ás csere volt, sőt igazából még Thresh is meghalt, szóval mondhatjuk, hogy 4 is. Jó csapatküzemet láthatunk, és bizony lehet fordulni a baronna sorra, nincsen Sékó, tehát nincsen sújtása a Big Nick Diggers csapatának. Se tankja. Mármint, viszont... hogyha maga Zoxin nem nézzük, akkor azon kívül úgy tankja, sík, érkezik is a teleport, viszont ezt be kéne fejezni. Ice Cave-nek nagyon kevés életre van, jó a sújtás, és ugye hát a teleport, a gyengített teleport lehet, hogy most előbb ideért volna az Ezreal végső hullám mellé. Nagyon jó volt Kajszinek a játék, hogy amikor megérkezett Yang Zherelnek a teleportja, rögtön alá pakolt egy csapdát, innentől kezdve nem is tudott bemozogni és a kevés életerővel rendelkező The Dream Teams játékosokat még büntetni az állai. Így viszont megvan a baronna sor, erősítés. The Dream Teamsnél meg lehet tolni egy-egy ösvényt, az alsó ösvényre érkeznek ketten, illetve Ice Cave is mindenképpen segíteni fogja őket. Naske elhozza magának a kéket, míg a középső ösvényen Balázs az, aki megy előre, és ő már bensik, fátlával is rendelkezik, sikíthat egy nagyot a halott elf boszorkány varázslónő. És most már azért aranyban is egy abszolút meglátszódik a The Dream Teamsnek az előnye. Kérdés, hogy most itt fognak hívni. Mert van baronna sor erősítésük, és ezt
abszolút ki kéne használni. Mondjuk lehet még kifordulni ősi sárkányra, lehet tornyot dönteni, hiszen náluk van a hegy sárkány, és azért egy baronnal sor erősítéssel még könnyebben tudják szedni. De egyelőre nagyon szépen védekezik a középső ösvényen a Big Nick Diggers csapata. Kérdés, hogy mikor fognak kilépni a következő objektumra, arra az óriási sárkányra, ami már ott alszik egyelőre a kis barlangjában, vagy a kis odujában. Naszke pedig érkezik, hogy itt vagyok, és... Ja, ez most a zombi, vagy ez az... Az. Jó. Igen. Közben egy halálpontos lövés is kimegy, de bizony dől a középsős mindnek a második tornya, és ezzel 6-5-re módosítja a tornyokállását, és annyira igazából nincsen lemaradva tornyokban a Big Nick Diggers csapata, de mennek tovább, gyengék szétszorása, csak Kajszira talál. Lehet tovább menni, Balázs az, aki tankolta a tornyot. Na, hogyha azt a lelket meg lehetne ölni, az mindenképpen jó lenne, sikerült is, Balázsnak nagyon kevés élete van, és most a csápokkal kell figyelniük. Ó, és jó a halálos ítélet, de hát ketten vannak. Pont elhúzta a csápoktól egyébként. És hogy próbált egy végső képességet Young Gerald elhasználni, de az életével fizetett érte. Ember hátrány van a Big Nick Diggers. És most lehet hívni egy nagyot termosztat, tehát üti a torony. Jó volt. Restának pedig kijött egyébként az átokni elője, tehát konkrétan Naszke azt mondta, hogy kapsz egy kombót tőlem, és hello, egyrészt nincs életerőd, másrészt még egy pajzs is kijön belőle, szép. Még egy... Szecsuhani végső képesség, és tulajdonképpen meg is halt, de nagyon kevés életem. Naszka nem tud belemenni a Bard végső képességbe, és így meghal. Ezt most egész jól hozza, túl sokat vállalt. Jó a doboz a Trash-től, Zoxin. Jöhetne egy halálos ítélet, de sajnos Ice Cream-re talált. Kajszi! Hát micsoda sebzés van abban a két limben, kettős gyilkosság, mert az Ezlit is elkapta, és végül Ice Cream az, aki befejezi Red Start. Ász! De azért éledni fog még Young Gerald. A kérdés, hogy mennyit tud tenni, mert baronnasor erősítés van még három Dream Teams játékoson, próbál valamit tenni, érkeznek a Super Minionok, és bizony visszavonulót kell fújniuk, és három ember csak éppen hogy elég Kajszi lövöldözésének eredménye az, hogy Ice Cave meg tudta ölni ezt az állóit. 10 másodperc van, hogy az első tornyot beüssék, és a másodikra is ott vannak. WTO fog érkezni, egy másodperc múlva már csak... Ne húzza a ravaszt! Nem húzza meg a ravaszt! Visszavonulót folynak, de már csak Nexus toronyban hátra, és bizony érkezik a pingelés, hogy a felsősvén egy nagyobb minion tömeg összegyűlt. Ott már buliznak a piros minionok, érkezik is oda, Naszke, aki le fogja mindenképpen farmolni azt a részt, miközben hazafele kitakarítják a déli dzsungelét a Big Nick Diggers csapatának, Ice Cave így kap egy kéket. Kérdés az, hogy ráfordulnak-e az ősi sárkányra. Ha ráfordulunk az ősi sárkányra, akkor megint csak lehet 2 percük, amíg égnek és égetnek, és ha minden igaz, akkor nekik van 3 darab sárkányjelzőjük. Volt egy... Igen, 3. Volt egy ugye gyorsítás, tehát felhős sárkány, volt egy pokoli, meg egy hegy. Tehát 3 darab jelzőt azért egy ősi sárkányjal még felerősíteni, tökéletesen jó lehet. Erre kimozdulni nincs lehetősége a Big Nick Diggersnek. Így most megint 2 percen keresztül egy olyan erősítés van a The Dream Teams csapatánál, amivel akár a mérkőzést is befejezhetik. Nagyon jó volt a hívás, és igazából esélye nem lett volna a Big Nick Diggersnek, hogy arra kiforduljon. Balázson visszatért az őrangyal, úgyhogy azt a Gnárt, hát nem tudom, ki fogja megállítani, de az az érdekes, hogy most már a Kajszinak a két lénye lett az, aki igazán veszélyes lett, hiszen 9-2 lett, azért 0-2-ből 9-2-re visszajönni nagyon-nagyon szép teljesítmény, és nagyon-nagyon sok aranyat ér. Hát ugye látunk most legalább ezen a két, vagy legalábbis két selejtező összecsapáson egy olyan két lint, aki egy pillanat alatt be tud indulni, és nagyon durván már a játék 20. percében olyat sebez két tárgyal, hogy megőrülsz. Meg láttunk egy olyan két lint, aki a játék végére teljesedik ki igazán, és bármennyire is hátrányból kellett játszania, hát le volt maradva, pont meséltük, hogy 60 meg 80 farmal volt lemaradva, iszonyat hátrányban volt Benyával szemben, viszont
megjött a játék végső szakasza, nagyon szépen visszahozta ezt a lemaradását, és most már gyilkosságokkal tudja ezt befolyásolni, közben az Eke hírnökét elhasználta. Nice kép, Bazsina. Balázs pedig beúrik mellé, a halálos ítélet viszont egy kábítás jó volt rá. Kevés volt most még a dühe Balázsnak. És igazából az az ezeri végső képességnek sem volt túlságosan sok sebzése, amit kiárasztott, pedig az egy Caitlyn volt, aki sok... Igazából farmra is ment ki, hogy ne jöjjenek azok a minionok olyan gyorsan. Teljesen igazad van. Azért 1172-t sebez, és közben megindul a középsősvér mellé, azt a Johnny végső képesség, de lassításra jó. Két ember van ott mellé a halálos ítéret. Naska lehet bajban, el kell használni a pajzsát, viszont elfogy az életeleje a Big Dick Diggers-e, két őrangyal is teljesik. Zoxin is bajban van, két ember, három ember meghal, még a halál pontos lövés még kiment Red Star-ra, de ez nem menti meg csapatát attól, hogy vereséget szenvedjen, és ezzel a The Dream Team hozza az első mérkőzést. Bizony, az első mérkőzést így megnyerte a kék oldalon játszó The Dream Team. Hát azt kell mondjam, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb és szorosabb összecsapás volt, mint az előző mérkőzésen, amit a Riftesek nyertek. Kellett egy jó 49 perc ahhoz, hogy a The Dream Teamnek a csapata egyrészt felálljon a kezdeti hátrányból, amit ugye mind a középső ösvényen, mind az alsó ösvényen azért elszenvedtek, ha csak a farmolást nézzük. Igen. Mindig nagyon jól tudta tartani magát, azért a Big Nick Diggers nem engedte el viszonylag, tehát hogy mondjuk a baronnasor hívásig tök jól tartotta magát olyan szinten a Big Nick Diggers csapata, hogy folyamatosan tudtak reagálni, ha nem is fegyetlen a gyilagosságokra, de legalább a toronyvájhatatalakra megpróbáltak kimozdulni egy-egy sárkányra, és az a baronnasor hívás, nem mondom azt, hogy végzetes, de talán végzetes volt, mert egyrészt azzal, hogy megállították, és ott kaptak egy majdhogy nem ászt, azt kell, hogy mondjam, hogy utána már nem nagyon tudtak kimozdulni, nem nagyon tudták egyrészt a rálátását, vagy a pályára való rálátást biztosítani, és a tankok pedig ténylegesen tankokká váltak. A játék végén egy Gnárt, vagy egy Sejuanit, vagy esetleg egy olyan termosztatta Bardot, aki ott van Zekével, ott van Banshee-kkel, ott van Randuinnal, hát legyen, nem tudom, ember a talpán, aki ezt megöli. És hát végül is az állója játék késői szakaszára sem ért be annyira. 1-11 lett. És igen, itt látjuk közben a sebzéseket, hogy hú, brutálisan sok volt az, amit Caitlyn végül is Kajszi azzal a Caitlynnel kitolt. Lehet a következő mérkőzésre vagy tiltani, vagy elhozni kéne. Mert ez így... És ugye ténylegesen abszolút nem nagyon volt. Tehát inkább Brand élvezte a nagyobb fókuszt a Big Nick Diggers részéről, tehát mindig Naskét akarták teljesen elkapni. De hát láttuk az utolsó csapat küzdelembe is, hogy bármennyire is 0 HP-ztek jóformán, volt még annyi lélek jelenléte Brandnek, hogy még el tudja lőni az ultiát, ami végigpattogott 3-4 emberen keresztül. Szevasz, ott volt a sebzés, ott volt az életterű, ott volt a varázsátütés bőven nála Brandnél, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy jó kis játék volt, ma már győzött így egy Brandünk is. Az előző mérkőzésen nem sikerült, de most ez már megdőlt. Ez azért lehet, hogy ki fogjuk használni a három. Itt abszolút én is azt gondolom, hogy lehet, hogy ebből lesz három mérkőzés, viszont most elmegyünk egy kicsi szünetre, és jövünk majd vissza. Én úgy gondolom, hogy olyan 8 óra környékén, vagy minél hamarabb, ahogy csak tudjuk, a következő összecsapással, ahol a Big Nick Diggers lesz majd kék oldalon, a The Dream Teams lesz piros oldalon, és ez nem másért így megy, ez a BU3-as, mint hogy kijut lesz Exádra november 5-én a Samsung League of Legends Roadshow-ra. Na, ciao. Sziasztok!